Szeretettel köszöntöm Önöket 2021 adventjén, karácsonyán. Ézsaiás könyvéből olvasok néhány verset, az Ézsaiás -Ézs könyvének 52. részéből, a 7. verstől. Milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírrel jön a hegyeken át, békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja, Istened, Ulalkodik. Ezzel a szép ószövetségi ígével köszöntelek benneteket szeretettel. Néhány kérdés merült fel bennem készülésem során adventel kapcsolatban. A kérdések között ez is szerepel, hogy tudunk-e ezekben az adventi napokban karácsony küszöbén arra figyelni, aki közeledik hozzánk. Tudunk-e Isteni szó megszólítottjaivá válni, Tudunk-e elcsendesedni? Akarunk-e befelé fordulni, befelé nézni, kicsit elengedni a világ dolgait? Közeledik Jézus Krisztusnak az emberélet Istennek születésének napja, ezért adventi üzenetként három gyakorlati útravalót szeretnék nektek továbbadni. Az első, ami talán a legnehezebb és emberi, életünknek, létünknek az egyik legnagyobb nyomorúsága, hogy nehezen tudunk megbocsátani. Igen, bár ezt gyakran halljuk, de nagyon keveset beszélünk róla, hogyan tudunk megbocsátani. Addentben lehetne egy cél, még ezekben a napokban, pár nappal karácsony előtt, vagy éppen ünnep alkalmával, hogy egyszerűen megbocsátunk, dolgozunk azon, hogy elengedjünk olyan érzéseket, amelyek nem építőek, hanem inkább rombolóak. És azért mondom ezt, mert ha valaki el tud engedni, meg tud bocsátani, akkor ez örömforrássá válhat benne. Ennek közösség formáló ereje lehet egy közösségben, családban, munkahelyen, gyülekezetben, bárhová tartozzunk megbocsátani. Vannak, akik évtizedeken keresztül hordoznak magukban olyan tüskéket, melyek mardosság belül a lelkét, és egyre kevésbé tudnak tiszta tekintettel nézni az emberekre, mert ott van bennük a sértés, sértődés, és nem tudják elengedni. A második útra való a készülés útján a figyelmesség. Kiválaszthatnánk most egy olyan embert, egy olyan szomszédot, egy olyan barátot, egy olyan rokont, akivel nagyon régen voltunk kapcsolatban, nem is tudunk talán róla és fölvetjük a telefont, fölhívhatjuk, vagy messengeren írhatunk neki néhány sort, vagy e-mailen egyszerűen érdeklődni a másik iránt, vagy kiválasztani valakit, akinek felajánljuk a segítségét, a szomszédnak, barátnak, ismerősnek, akire talán senki nem nyitja most az ajtót ezekben a napokban, mert van a környezetünkben is biztos olyan, aki egyedül tölti az ünnepet. Figyeljünk egymásra! Figyeljünk a másikra. Ez is lehet egy cél. És a harmadik útra amit szeretnék nektek továbbadni a készülés időszakában, több időt szánhatok a saját belső lelki békén megteremtésére. Gyakrabban olvasok erősítő, szívet nyugtató bibliai idézeteket, hallgathatok olyan léleképítő, frissítő zenét, evangéliumi tartalmú, számokat, zenét, amely megnyugtat, amely Istenre irányítja a gondolataimat, felé terelget a saját csendességemre, nagyobb hangsúlyt fektethetek, fektethetek ezekben a napokban. És én ezt kívánom nektek ezt a három útravalót szeretném átadni. Az első a megbocsátás, elengedés. Nagyon nehéz. Óriási kihívást jelent. A második útra való a figyelmesség, valaki felé odafordulni, valakinek segítséget nyújtani, valakit felkeresni, akár személyesen is. És a harmadik pedig, hogy belsőleg készülök, olvasom a Szentírást és elcsendesedek. Úgy mondja a Szentírás, hogy a belső szobánkba, a lelkünk belső szobájába, és ott várom az Úr érkezését, Jézus Krisztus születésének napján is. Amen imádkozzunk. Mindenható kegyelmes Istenünk, hálával köszönjük neked, hogy 2021 adventjében, karácsonyán újra rád tekinthetünk. Köszönjük, Urunk, hogy Te kegyelmesen körbefogsz minket, hogy célt adsz, irányt adsz az életünknek, hogy nem tántorgunk ide-oda bolyongva, kiszolgáltatva magunkat mindenféle látványnak, világi hívságnak, az anyag befolyásának, hanem rád nézhetünk arra a fényre, aki a világ világossága vagy. Kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy áld meg családtagjainkat, áld meg életüket és saját életünket is, segíts meg minket a munkában, hogy a te dicsőségedre tudjuk azt végezni. Taníts meg megbocsátani, elengedni, és add, hogy mások felé fordulva a belső csenddel, Belső nyugalommal, békével fogadhassunk, várhassunk téged ezen az ünnepen. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy megszülettél. Köszönjük neked mindenható, kegyelmes Istenünk, hogy úgy szeretted ezt a világot, hogy a Te fiadat adtad, hogy aki hisz benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Amen.